Várjál, ne haragudj, gyere vissza! Szia, mi a baj? Ezt én nem tudom csinálni, nem tudom. Tündi, figyelj rám! Szia, ne haragudj, ne haragudj rá! Nagyon szeretlek, de az a baj, hogy az anyád ugyanúgy veled együtt jár, és ezt nem bírom. Szívem, ne sírj, gyere, üljön mellem, kérlek! Én kell rögtön elkezdeni, összekárni! Hogy meg, szívem, figyelj! Nem úgy gondolta, hátradobta azt a felest. Nem, azt kezdtem mondani, hogy hogy nézek ki. De azért, mert vegán. Azért, mert vegán, és mert ki van a bundára. Ezért kezdte el ezt. Nem a hajaddal, vagy a kinézeteddel volt baj a szívem. Nem is igaz. Jó, de figyelj, ő erre nagyon, nagyon háklis. Én gyerekkoromban nem nézhettem meg a 101 kiskutyát. Úgyhogy ezt ne vedd magadra, szívem. Tényleg, hallod? Figyelj, oké, ez rendben van. És az meg, hogy... Nem, az, hogy elkezd alázni. De nem játszottam alázott. Játszottam azzal a macakkal, azzal a pazürnel, vagy nem tudom mi, és azt mondja, hogy na végre megtaláltad a szellemi színvonalat. Szívem, milyen szellemi színvonalat? Azért, mert... Figyelj rám. Hátradobta a felest arra a kavítóra. Ilyenkor mindig egy kicsit túltolja a dolgot. Az meg, hogy azt mondta neked, hogy Tini, az pedig tényleg nevet magadra. Minden. Mert... Persze, tudom, az volt a korábbi. Jó, de figyelj, most mutattalak be, tudod kicsit. Tudod, mi a baj? Az a baj, tudom, hogy ez az egész nem arról szól, hogy bunda, vagy hogy hülye vagyok, hanem arról, hogy félt, mert tudja, hogy idősebb vagyok nálad. De szívem, de ez senkit nem érdekel, őt se zavarja, figyelj. Tudod, figyelj, hogy... picit nyugodj meg. Neked bármi lenne, tudom, mit, akár. Először látott engem, igazából semmit nem tud, csak az, amit te meséltél rólam, és mégis mit tettünk belekötött. Az, hogy hogy néz ki a harisnyám, hát nem minden de van. Figyelj, azért, mert... Leveszem a cipőt. Szőrszál hasogató. Figyelj, mondtam neked, hogy nem egy könnyű eset, de most, hogyha elmegyünk, és nem megyünk vissza, akkor nagyon kínos lesz legközelebb. Mindig hozzád fog tartozni, és érzem, hogy nem szeret. Nem, de most mutattalak be neki, szívem! Hát adj neki egy kis időt! Anyám, el fog fogadni, de nem ismert téged, egy csomót meséltem róla, tökre várt. Téged miért nem szeret? Engem? Mi az, hogy engem miért nem szeret? Engem szeret, téged is szeretni fog. Igen, tudom, de az, hogy állandóan ezt csinálja velem, veled, az azt jelenti, hogy egyszerűen... Kicsim, vissza. Neked nem akar jót. Vagy persze lehet, hogy jót akar, de egyszerűen mindent el akar rabolni, minden időt, minden... Teljesen birtokolni akar is. Jó, figyelj, akkor ezt a közös nyaralás dolgot majd, ezt majd még megbeszéljük. De hogy most, ha egy kicsit lehiggadtunk, akkor van kedved visszamenni? Egy kicsit ezt biztos megbeszélni? Vagy. Nem? Egyszerűen most nem bírok. Nem bírok, átgondolom. És lehet, hogy neked is át kell gondolni, hogy de. Biztos, hogy én vagyok-e az, aki kell neked. Hazavegyek, egy kis időre van szükségem, és amúgy csak amúgy is rossz volt. Ki vagyok, Juli? Az van, hogy ki vagyok nagyon. Megbolondulok az anyámtól. Bemutattam neki a Tündit. És? Köszönöm, hogy gyorsan fogadtál, mert olyan jól sikerült, hogy szükségem volt rád, azt éreztem, figyelj, elképesztő. Melyik nem bírt a másikat? Hát ez ilyen, ha van olyan, hogy a szimbiózis ellentéte, akkor az volt. Tehát nem működött a kémia, hogy úgy mondjam. Anyám egyből elkezdte zrikálni a bundájával, mert tudod, anyám ilyen vegán, meg ilyen állatkínzásmentes minden, és akkor egyből beszólogatott, elkezdett kicsit tintázni, és akkor szurkálódott, letimizte a Tündit. Tündi meg kiakadt. Te meg itt vergődsz a kérdők között? Hát most megbeszéltük nagyjából a Tündivel, csak anyámtól meg ki vagyok, és a Tündit egyébként ez is zavarja, hogy minden nap fel kell hívnom anyámat, vagy hogy minden nap kicsit beszélünk, csak ilyen helyzetjelentés, tudod. Engem meg az frusztrál rohadtul, hogy már ezerszer megkértem anyámat, hogy ne hívjon úgy, hogy kicsiké,
32 éves vagyok. És mindegy, és a tündi előtt is elkezdte, hogy Manócskám, kisfiam, birizgál, és egyszerűen azt érzem ilyenkor, amikor bemegyek anyámhoz, főleg érted, a szerelmemet bemutatom neki, és azt érzem, hogy visszamegyek ekkora 5 évesbe. De ő annak lát. De 32 éves vagyok, Júli. Ő ezt nem óhajtja, hogy látszik tudomásul lenni. Mert akkor ő is 32 lehető. Erre nem gondoltam? De akkor mit csináljak? Meg hát nem tudom, hogyha te 60 éves leszel és ő 80, akkor is a kicsikéje leszel. Tudom, hogy ezt most nem tudod elképzelni. De majd ott leszek majd, érted, deres homlokkal, és akkor Manócskámnak fog hívni? Nincs kizárva. De nem ez a legnagyobb baj veled. Vagy ez? Hát... Nem, de valahogy... Igen, hogy így nem lát felnőttnek, vagy minthogyha nem fogadná el a döntéseimet, hogy én egy felnőtt férfi vagyok, ezt a nőt választom, érted? Tehát a Timivel is az volt egyébként, hogy egy idő után már ugye jóba lettek, de ott is mindig az volt, érted, hogy hát ez a lány, hogy nincsen ambíció, meg hogy ugye a szülei is, hát hogy nincs lóvé, és hogy majd ő miből fogja te keresetedet kiegészíteni, és hogy egyszer az volt a Timinél is, hogy berakta a kis agyamba, érted, a tüskét, amit én észre se vettem, a kis szarságokat, és utána a Timivel voltam, és jöttek be ezek a kis gondolatok a kis agyamból. De akkor ez szerinted szándékos, tudatosan akar téged eltávolítani minden nőtől? Hát azt nem akarhatja, hogy te egyedül öregedj meg. Nem, csak senki nem felel meg neki. És Tündivel az a baj, hogy idősebb tőlem pár évvel. Aha. És még szörmét is volt. Hát jó, az hagyjuk. Hát megpróbáljuk majd végigbeszélni a kapcsolatotokat, jó? Akkor most beköszönök. Szeretettel köszönöm mindenkit, jó estét kívánok, kérek szépen olyan fényt, hogy én is lássam őket. Mert ez nem egy kókoló színház, ez nem olyan, hogy ti ott a sötétben elbújkálhatok, és akkor mi meg itt tesszük magunkat. Ez egy olyan színház, amiben valahogy szükségünk van a visszajelzésre, legalább a szemetekre, hogyha most a fél arcotokat nem is látjuk. Szóval szeretettel köszöntlek titeket Bácskai Júli hangulat és kapcsolatjavító vándorszínháza belében. Ebből én vagyok a Bácskai Júli. Csak is engem terhel a felelősség, hogy képes voltam kitalálni, hogy a pszichológia magasztos tudományát, azt hát beleöntsem a színház művészeti műfajába, és legyen ebből egy vadonatúj műfaj. Ezt amikor 2000-ben Kapolcson csináltuk, akkor nem tudtam, és nem is sejtettem, hogy ebből lesz egy hosszú évekre szóló sorozat és egy vadonatúj színházi forma. De hát lett. Azt kérdezem, hogy ki az, aki először van pszichoszínházban. Nagyon jó, tartsátok meg ezt a jó szokást, de megvan az a rossz hírem is, hogy akkor 372 előadásról lemaradtatok. Mert hogy a többiek vissza-vissza járnak, ugyebár, mert minden előadásunk más. Egyrészt mindig új témát és új színészeket hozok, másrészt, hogyha ezt az előadást, amit ma itt látni fogtok, és csak ti és csak egyszer történhet így, ha ezt mondjuk előadnánk éjfélkor még egyszer, mit szóltok hozzá? Akkor is egész más jön neki belőle. Mert hogy én ugyan megírom a színészeknek a karaktereiket és a szituációkat, kitalálom valahogy a konfliktusokat, de itt most ők szülik az előadást, és improvizáció lesz, amit látni fogtok. Egyébként az igazából ez az egyetlen színház, amelyik tényleg improvizál. Tehát nem az van, hogy 6 hétig improvizál, és majd megtanulja, hogy mit improvizált októberben, és azt előadjuk. Na, hát szóval csak így mondom. Szóval, viszont közönséggel kapcsolatban én időnként ide jövök, és próbálok beszélgetni, ha szóba álltok velem. Majd meglátjuk.
ez nem egy mély terápia ilyenkor, bár az a szakmám, de mi a nézőket tulajdonképpen tiszteljük annyira, hogy például nem cibáljuk ide a színpadra, mert arra tartjuk a színészeket. Én csak olyan színészt hívok, akit nagyon kedvelek, akiben látom az improvizáció lehetőségét, és akit színpadon láttam. Hát ilyen például a csodálatos, tehetséges, a Víg Színház művésznője Majsai Nyilas Tünde, aki egyébként csodálatosan ír, és nagyon jó humora is van, de ez csak jó megfigyelők tudhatják róla. És ilyen a nagyon eredeti és nagy egyéniség és óriási energiákkal rendelkező Varga Ádám. És hát jó tanács, mindig tartsa a háznál egy hegedűs. Bóna János. Szóval én pedig a pszichológus szerepében időnként, te látsz onnan egyáltalán, ha én elbújok, mert nem szeretem, ha valaki nem lát. És azt sem szeretem, mert én nem látlak titeket. No, hát megint várom Ádámot. Gondolkoztam azon, amit múlt héten mondtál, mert ez nem olyan dolog, ami magától gyógyul. Egyiktekkel szembe se. Tehát én azt gondolom, hogy össze kell szedni a bátorságodat. Hogy? Hát, hogy menj el anyádhoz és mondd azt neki, hogy most nagyon végletesen fogalmazok, hogy anya, ezt nem tűröm. Ne cseszegezd a barátaimat. Főleg nem a barátnőimet. Esetleg engem se. De hát ez már túl nagy kérés lenne. Jó, csak közben meg az is van, hogy azért úgy féltem, tehát valahogy úgy talán finoman kéne ezt, nem? Így borítékolva a tudtára. Hát én nem gondoltam, hogy puskát vigyél magaddal, hanem mozgósítani benne azt, hogy hát ha el tudja képzelni, hogy neked milyen lehet ezt hallgatni. Hát ha. Hát meglátjuk. Vagy igen, vagy nem. Próbáld meg. Nagyon rosszul fogod érezni magad, hogyha Cseh Tamást idézem, hogy 10 év múlva ne ez a dal legyen. Tehát, hogyha még 10 év múlva is ez lesz a kérdés, hogy anyád mit fog szólni a te jövődhöz, ahhoz, hogy rendezed be a lakásodat, ha lesz egyszer. Jó, hát azért nem szól bele ilyen szinten mindenbe, de jó, hát figyelj, akkor felszívom magam, és akkor dumálunk. Próbáld meg, aztán jó. Várlak vissza. Nem mit fog. Köszönöm. A mai előadás címe Önző szeretet. Most lett a legjobb. Három receptet kipróbáltam, és most ez úgy látom, hogy jó, vegyél, kérsz valamit? Nem, figyelj, anya, nem, figyelj, egy kicsit tudunk beszélni. Persze, hát, hogy tudnád, egy kis hogy... azért. Kérsz egy felest? Nem, köszönöm. Jó, nem, figyelj, anya, figyelj, a tündiről van szó, igen. Hogy múltkor nem igen. Sikerült túl jól az a bemutatás, igen. És hogy nagyon csinos lány, nagyon köszönöm, jól. Tudom, én is azért járok vele, mert nekem is tetszik. Jaj, mi bajod jó sikerült. Mi bajod van a tündivel? Tündivel? Igen, mi bajod van a tündivel? Hogy bajom? Miért lenne bajom vele? Hát mert akkor nem úgy, ha nem lenne bajod, akkor nem úgy viselkedtél volna bele. Elkezdted zrikálni a bundája miatt, letimiszted, ezerszer megkérdezted, hogy figyelj mindig arra, oda, hogy kit hogy hívnak, mert nem tudom eldönteni. Anya, ülj le, légy szíves, anya! Ülj le, most szeretném elmondani. Még
kiabálsz. Szeretném neked elmondani. Nem, a munkahelyeden nem. Volt baj. Nincs semmi bajom. Nyugodtan kiabálj, nyugodtan kiabálj. Csak hát tudod, azért másik jól. Semmi bajom nincs. Sütök, főzök, várlak, és akkor jössz kiabálni. Anya, figyelj! Nem kiabálni jövök, csak ezt meg akartam veled beszélni. Nem, anya, figyelj már rám egy kicsit! Hát figyelek rád, hát kire figyeljek? Rád? Hadd mondjam el. Hát persze, hogy nincs itt senki, rád figyelek. Csak szeretném, hogyha megkóstolnál, igen? De jó. Na, ugye? Ugye? Nézd! Anya! Nézd, jól áll? Jól áll, csinos vagy. Azért szeretem a turkálód. Csak olyan dolgokat köznek, ami más nincs. Érted? Ez nem olyan, ami szembe jön. Nem? Én azt hiszem, hogy a tündi az igazi. Na. Ennek örülök, ez biztos, mert ezt már mondtad máskor is. Meg fogom kérni a kezét. Gratulálok. Na, nem iszom? Nem. Meg fogom kérni a kezét, és nem szólhatsz majd bele. Nem kezdheted el, nem kezdheted el belerakni az agyamba. De ő is bejön és azt kérdezi, hogy mi ez a szag. Hát ne haragudj már, sütök. Azt kérdezte, hogy mi ez az illat. Mert hát fahé illat volt, nem azt kérdezte, hogy mi ez a szag. Miért kell mindenbe beleszólnod, anya? Figyelj már rá, anya! Figyelj rám, anya! Tudom, hogy ideges vagy. Miért kell minden áldott nap fölhívnom téged? Miért kell, hogy minden nap fölhívjalak téged? Igen, én is szeretném tudni, hogy mi van veled, de meg vagy sértődve, hogyha egyszer kimarad egy nap. Miért kell beleszólnod abba, hogy ki a barátnőm? Miért kellett beleszólnod abba, hogy milyen egyetemre menjek? Miért kell beleszólnod abba, hogy nem elírom hozzam a hajamat! Anya, hagyjál, légy szíves egy kicsit! Felnőtt férfi vagyok! Nem, de mert nem, nem figyelsz rám! 32 éves vagyok! Anya! Tudom, hogy hány éves vagy, hát szerinted hány gyertyát tettem a tortádra? Hát de csak nem gondolt, hogy nem tudom, hogy hány éves vagy. Nézd, mit találtam, és üt eszembe. Ide nézd! Csak beszélj! Hát nem emlékszel? Ezt még te festetted. Kis végig lapozd be.